kezdetét vette a hat alkalomból álló foglalkoztatási paktumok tevékenysége. Az uniós támogatással megvalósuló program a jó gyakorlatok megosztására is alkalmat ad. A konferencia megnyitóján Szalai Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevőket. Komoly kérdés az a képzettség. Nálunk egy olyan rendszer indult el 2007-ben, amit kb. 2-3 éve a kormányzat is létrehozott. Külön választottuk a műszaki és a szolgáltató szakmacsoportokat. Egy-egy csúcsot hoztunk létre belőlük, és egy-egy főigazgatóság alá szerveztük az összes képzési rendszert, ami ezeket a szakmacsoportokhoz tartozik. Bevált, hiszen az erőforrásokat szépen és jól lehetett igazgatni. Az elmúlt év márciusában jött létre a szolnoki foglalkoztatási paktum. A munkaerőpiaci szereplők összefognak annak érdekében, hogy segítsenek munkába állni azoknak, akik tartósan nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A program célja az is, hogy a különböző cégeknek a már megnövekedett munkaerőigényét segítsük kielégíteni, azokat a kompetenciákat, munkavállalói kompetenciákat segítsünk fejleszteni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy cégnél valaki munkát találjon, illetve meg is maradjon. A 23 megyei jogú város ez irányú tapasztalatait és a jó gyakorlatokat osztja meg egymással. Ami sikeresen működik egy adott településen, az elképzelhető, hogy máshol is szintén eredményes lesz. Szolnok ebben a programban 868 főnek tud segíteni, sőt 250 embert képzésekbe is bevonnak. Ezáltal új ismeretekhez és szakmához juthatnak a pályázatban résztvevők. Az Impulzus Egyesület tavaly szeptemberben kapcsolódott be a paktum munkájába. Ez az együttműködés számunkra azért nagyon fontos, mert hogy mi tudjuk közvetíteni a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak a konkrét igényeit a paktum szervezet együttműködés felé. Azóta 140-150 embert vontunk be a programba, illetve mi humán szolgáltatásba részesítjük őket, munkaerőpiaci szolgáltatásokba, és ezeknek nagy része is helyezkedett, azóta is bent vannak a cégeknél, amit mi folyamatosan mentorálunk. A kétnapos szolnoki konferencián nem csak tapasztalatokat cseréltek a résztvevő cégek, hanem ötleteket is adtak egymásnak a további működésre vonatkozóan. A sorozatnak 3 alkalommal Szolnok, 3 alkalommal pedig Veszprém ad majd otthont.